Alig néhány hónapja történt, hogy az Atlassian bejelentette, hogy megszünteti a szerver platformot. Ezen a 18. Magyar Atlassian Meetupon már arról beszéltünk, hogy számos csapat megtalálta a helyét a cloudban. És láthattuk, hogy az Atlassian vendor világ nagyjai azon dolgoznak, hogy a szerveren, datacenteren elérhető add-onjaik a lehető legnagyobb minőségben cloudon is elérhető legyenek. A jövő megkezdődött. 2020-as évben, amikor át kellett állnunk az online eseményekre, egészen furcsa volt, mert ugye előtte a kezdetektől, az első meetuptól kezdve offline csináltuk, ugye. Azt kell mondjam, hogy szerencsések voltunk, mert azért nagyon komolyabb technikai baki nélkül sikerült megúszni az előzőnél. Sajnos ugye már enket is elért a Murphy törvény, úgyhogy kicsit tolnunk kellett, de végül sikerült ott is megcsinálnom még a rendezvényt. A mostani rendezvényre pedig a új eszközökkel készültünk, ABCZ tervvel. Mindenre felkészültünk, és szerencsére az A-val kellett végigmennünk, úgyhogy mindenféle probléma nélkül, ráadásul új platformon sikerült megoldanunk ezt a rendezvényt. Mi alapvetően egy NGO vagyunk, viszont egy egész komplex pénzügyi kontroll folyamatot kellett megtámogatnunk a Jirával, és teljes mértékben találtuk a számításunkat, hiszen nekünk fontos szempont volt az, hogy korszerű technológiával tudjuk ezt az egész komplex folyamatunkat támogatni. I think when customers make their voices heard, I think then Atlassian listens, and that's why I think with behaviors we're having a really good productive working relationship. But yeah, because you know, the feedback from customers is so strong, it's so clear, this is something everybody wants before a migration. And so obviously we want to deliver it, Atlassian wants to deliver it. A planning az arra szolgál, hogy a tervezésnek is része legyen, vagy helye legyen a Jirában, és tudjunk ezzel is számolni a kapacitás tervezés során. A server és a datacenter esetén nagyon egyszerű a licenszedés, a cloudnál pedig nagyon sok minden opció van, nagyon sok mindent össze lehet kombinálni, és hát erre gondoltunk, hogy sok felmerülő kérdésben hát ez az előadás kicsit segített ezt tisztázni.